Bihar Nagybajom éves rendezvénynaptárában idén is számos színvonalas szórakoztató programmal, ünnepi műsorral találkozhatunk. A tavasz és a jó idő beköszöntével a Szűcs Sándor AMK dolgozói is rendezvények sokaságával várják településünk lakóit. A részletekről Nemes Lajsz Julianna intézményvezető tájékoztat a televíziónkat. Jó szívvel ajánlom a jövő heti programjainkat. Hétfőn egy kampánynyitóra fog sor kerülni. A Bihar Sárét Vidékfejlesztési Egyesület programja lesz ez. Egy nyertes pályázat kapcsán jönnek el Bihar Nagybajomba, és tájékoztatják a Bihar Nagybajomiakat egy lengyel magyar sikeres pályázatnak az eseményeivel kapcsolatban. Az időpontja a rendezvénynek március 9-e hétfő 10 óra. Az érdeklődőket, illetve a helyi civil szervezetek képviselőjét szeretettel várjuk ide a művelődési házba. A következő esemény az a szerdai napon lesz, akkor majd a nyugdíjas klub tagjai fogják a hölgyeket megünnepelni, illetve szombaton egy nagyon patinás Bihar Nagybajomi civil szervezet, a tűzoltók hívják az érdeklődőket a tűzoltó bárra, ami ugye a 140 évnél is régebbi egyesületnek egy nagyon szép hagyománya, és egy népszerű zenekart sikerült erre az alkalomra megnyerniük. A Jam zenekar fog játszani, illetve tájékoztatásként még elmondom, hogy 3000 forintos a belépőjegy, és természetesen várják a tűzoltók, az érdeklődőket. Március 15-e az idén vasárnapra esik, ünnepi istentiszteleten fogunk emlékezni az eseményre, és ahogyan ennek hagyománya van településünkön, az ünnepség után koszorúkat helyezünk el a 48-as emlékműnél. További fontos hír még Bihar Nagybajomból, hogy változott a járási hivatal ügyfélfogadási ideje. Szeretném tájékoztatni a település lakóit, ugye sokan tudják már, hogy a járási hivatalnak itt van ügyfélfogadása, és most a csütörtöki napról szerda délelőtre került át, úgyhogy ismétlem, tehát nem csütörtöki napon, hanem szerdai napon 8-tól 12 óráig működik itt a járási hivatal ügyfélfogadása. Ez még azt gondolom, hogy fontos a bajomiak számára.